még el nem indult Magyarország felszabadítása is. Ha az akkori politikusokon múlott volna, hát akkor maradtunk volna a török iga alatt. Egy ember állt ki értünk, a pápa és mindazok, akik elfogadták az ő gondolatát, természetesen. Utána aztán szónokok, elsősorban misszionáriusok, ha úgy tetszik, olyanok, akik szinte keresztes háborúra hívták fel az embereket, hogy elinduljon az a harc, amely aztán Magyarország felszabadításához vezetett. Történelem.